már sokan kizelekedt, hogy nem látszik rajtam, de kajakon influenzás vagyok, mint egy kis mikrobió, úgy érzem magam, hogy a fejemből nézek ki, próbálok okosan nézni a fejemből. Én azt gondoltam, tényleg ilyen vagyok, hogy nem tehetem meg még, hogyha betegen is, persze ne engem szítjatok majd, hogyha holnap mindenki visszajön fog, de mosatok kezet, szóval minden látszat ellenére nem vagyok jól, de ez a minimum, hogy ha megtiszteltetek, akkor én is itt vagyok. Mivel ugye ma a fiatalságé lesz a főszerep, nem magamra gondolok, mert én már nem ide tartozom, de a cettő gyerekek személyében a fiatalság fogja uralni a hangulatot és a légkört. Ezért azt gondoltam, hogy van nekünk egy olyan blokkunk, hogy ne felejtsük el őket, mondjuk ez lehetne a címe. Ezt most a műsor elejére hoznám, sajnos van aktualitás. Kránic Lajos pontosan ma 73 éve született. És milyen érdekes, ugye nem tudhattuk, hogy amikor a Dalmos Szilvi és a Csankó Zolival beszélgettünk, ugye az ő munkásságuk, a szinkron munkásságuk tekintetében a Dallas megkerülhetetlen. Mondanom sem kell, hogy a Lajos, a morgó medve személye szintű megkerülhetetlen. Emlékezzünk rá. Van egy jó történetem vele, általában ilyenkor látszik, hogy tényleg nem vagyok olyan fiatal már. Képzeljétek el a 90-es évek közepét, végét, ezek majd összefolynak. A morgó medve, fantasztikus ember volt, egy kormánnyal a keze alatt mászkált a stúdió. Tehát megvan ez, hogy egy rendes autó kormánnyal. És egyszer megkérdeztük, hogy mi ez az autó kormány? És ha hiszitek, ha nem, szegénykének ugye a pályán szerencséje volt, a kocsival kapcsolatban nem volt szerencséje, mert rendszeresen ellopták, feltörték a gépkocsiját, és a 90-es években ezért egy autószerelő felkeresett, akkor nem voltak még ilyen hiper-szuper gépkocsi, és egy leszerelhető kormány, egy Golf 2-es vagy 3-as, most nem tudom. Úgyhogy édes kis morgó medve volt, mindig egy ilyen kis kormánya a háta mögött meg a Jockey Ewing. Van egy másik aktualitás sajnos. Versenyi Laci bácsi, ha már kocsi ugye a szinkron munkásságának egyik kiemelkedő története, ugye a Knight Rider, a kit. Milyen érdekes, hogy rajta volt egy layer, vagy pontosan, hogy mondják, hogy szűrő, bocsánat, voltam Today USA azóta, nem, szóval van rajta egy szűrő, és mégis milyen jellegzetes volt ugye a Versenyi Laci bácsi. Olyan nehéz ilyenkor beszélni, mert kicsi a világ, az én sógoromnak az édesapja az ő osztálytársa volt, tehát vannak ilyen találkozási pontok. És tudom, hogy ilyenkor az emberek szeretik, de tényleg így volt, hogy a Laci bácsi abszolút precíz, megbízható, és a szónak a klasszikus értelmében az az alázat jellemezte. Én közel negyed évszázadig ismerhetem a munkásságát, és soha egyetlen egyszer egy emelt hang nem, egy rossz modaretek mondat nem volt, és szerintem ez a nagyságot jellemzi. Emlékezzünk rá is, Versenyi Laci bácsi, szerintem sokáig, illetve örökre velünk van. És képzeljétek el, mentem az egyik órába elemet cserélni, Zuglóban az Erzsébet királyné útja, Nagyvárad királyné útja sarkán van egy órás néni. Mint a Gyűrűk urába visszamennék, egy gyönyörű kék szeme, 70 év körül van a néni, és beléptem ebbe a kis boltba. Milyen érdekes, hogy ahol a viszkist, a rabót elfogták, hogyha valakinek ez mond valami Zuglóba, onnan egy 50 méterben van, aki Zuglóba jár és szeretne az órába elemet cserélni, látogassa meg ezt a néni. És képzeljétek el, hát fura lesz, amit mondok, persze plátói, de szerelmes lettem a nénibe. Belépsz egy boltba, kakukkos órák, visszarepülsz az 50-es, a 60-as életbe, a delfinkönyvek tönkre legyek ítéve, mert nem csak órákkal foglalkozik. Mesélte, hogy az édesapja órás volt, a nagypapája órás volt, a testvére itt órás, ott órás, amott órás, mindenki órás volt. És jó volt hallgatni. És kicsit megsajnálva is, mert mondta, hogy nem nagyon megy a bolt, nézegettem a könyveket, miközben a néni cserélte ki az elemet az órát. Megláttam ezt a Gobbi Hilda könyvet. Mondom, Gobbi Hilda személye ugye megkerülhetetlen, fantasztikus, Kossuth Díjas színésznő volt, és mondtam, hogy kérem szépen ezt a könyvet. És megvettem kemény 500 forintért. Kifizettem az 500 forintot és az elemet, majd akkor hazamentem, újságoltam a családomnak, hogy nézzétek, micsoda kincset találtam. Képzeljétek el, kinyitottam ezt a könyvet, akkor ezt nem tudhattuk, Gobbi Hilda aláírása volt. Ráadásul úgy, hogy a Gobbi Hilda, tudtam, hogy 1988-ig élt, 1987-es dátum. Most megígéritek, hogy senkinek nem csoki se kezd. Ráadásul tudok belenyomni, akkor ezt körbeadnám. Nézzétek meg, szagoljátok meg, a könyveket jó szagolni is. Hátul pedig van egy térkép, ezt légy szíves senki ne tegye magáévá. Ez a Színész Múzeumnak a
térképe. Úgyhogy el kezdem már a cukornál is, ahogy emlékszem, ugye? Az jó moment. Oké. No. Mondtam pedig, hogy rövid leszek az elején, és csak nem sikerült, de próbálom azért. Jó, kérem szépen, ugye múltkor voltak emberek, akiket hát parodizáltam, és mivel meg vagyok fázva még, hogyha nem is hallatszik, de azért szeretném visszaidézni, hogy milyen véleménnyel voltak a múltkori bemutatkozás kapcsán, ezek csak persze szemelvények. Kérem szépen, illetékes elvtárs e-mailen a következőket írta nekem. Tetszett a múltkori előadás, és ez jutott eszembe, Kereszt Szabolcs. Sokszor elnyomtad a vendégeket, mint Orbit a sörszagot. És olyan messze laktál, mint amilyen hülye vagy, akkor soha nem érnél haza. Csak így tovább. Pogány Jucsi nincs itt. Armand. Armanddal is találkoztam, hogy a következőket mondotta. Mint kívülállónak, mi a véleményed az intelligenciáról? Hiszen olyan a szád, mint egy non-stopból. Állandóan nyitva van. Hogy csak tátva maradt a szád, mert csak így férnek el a fogaid? Bocs. Akkor is légy kevesebb. Szamár! De nem szórakoztál, Szamár Szabi! Olyan ronda vagy, hogy a kígyót ütni kell, hogy megmarjon! Legközelebb úgy felruglak, hogy a menetszél kikezdi a homlokodat, és olyat kapsz, hogy a szemüveg menetet vágy a nyakadon! Szamár! Jó estét kívánok! Köszönöm, Szabolcs! A neten láttam a múltkori előadást, sokszor buta arcot vágtál, mint Luffy Árus a nyilváporban. Ezen változtass! Amikor legutóbb hozzád hasonlót láttam, leúztam a vécén. És mit nézel, mint fodrász a hosszúhajúra? Ez a véleményem. És fontos a szép artikuláció. És ezt ne felejtsétek el. És kedvenc énekesemtől is jött egy... Szevasztok! Nekem nagyon tetszett a múltkori arcok a hangok mögött. A kedvenc sorozatom a Star Trek miatt. Újra hangszerettem a slágerünket. Kezek a magasba! Kör közepén állok. Körbevesznek az Enterprise-on. Körbevesznek az Enterprise-on a hangok. Yeah! Na, jó. Szóval, igen, szabad a vélemény, szabad a tánc. Következzen a Cető klán, Cető Zsanett, Cető Roland, Cető Ádám. És a tapsal, ugye. Gyertek, foglaljatok helyet. Van a kezdés, mindenkinek van egy kezdés, ugye. Te, mint rangidős. Általában az emberek ugye vagy filmmel, most a szakmán belül, vagy színházba, vagy versmondásokkal, de hogy a fenébe van az, bocsánat, hogy egy reklámfilmmel kezdted ezt az egészet? Én egy viszonylag visszahúzódó gyerek voltam. Olyan szempontból, hogy engem ha leraktak valahova, én el voltam magam. Akkor nekem nem hiányzott senki. Amíg azt nem mondták, hogy én onnan felállhatok, akkor addig ott ültem. És annak reményében, hogy hát ha egy kicsit szocializálódok, édesanyámék elvittek engem Lakner bácsi színtanodájába, az Acél Andris vezette, Békési Tara tanított, Zsúrs Kati, Igó Éva, szóval hogy neves tanárok közé kerültem, és én 5-6 éves lehettem, amikor hónom alatt egy focilabdával átmentem jobbról balra a színpadon, körülbelül ennyi volt a szerepem a vizsgadarabban, amiben megjelentem. Na de mindegy, de ezt a darabot látta egy hölgy, aki színházba, illetve filmbe keresett gyermekeket és ilyesmi, és ő mondta, hogy van egy válogatás, amit anyáik úgy gondolták, hogy akkor engem elvinnének. A Boci Csoki reklámba kerestek, Szerencsi bácsi Boci Csoki reklámba, Balázs Péter játszott. Igaz, hogy nem nagyon akartál bemenni, és a Zsani azért... Hát én is ott voltam, és én ilyenekre nem emlékszem, de a színházba is. Állítólag akkor mondtam, hogy csak akkor játszok, ha őt is beveszik, meg ilyenek. Erre nem emlékszem, de hogy a válogatáson én is ott voltam, és hát... Ez ilyen bolygó hollandi korszak volt? Igen, és kihisztisztem, hogy én is bemehessek, és végül is kiválasztottam. Kerestek kislányt is, de idősebb kislány, de Zsonett annyira akaratos volt, és bejött, és kis cuki elbűvölő, hogy azt mondták, hogy akkor legyen ő meg a szamócát csinálta, és gyakorlatilag ezzel indult. Hogy utána a szinkron ebből hogy keveredett, abban nem vagyok egészen biztos, viszont magunkat szinkronizálni kellett. De én azt gondolom, ne siessünk, nézzük meg ezt a kis filmet, a minőségen nem a legjobb lesz, de azt gondolom, Jézus erős. Azt gondolom, hogy a hangulat átjön. Hát reklámok tömkelege kötődik hozzátok, Danon például, a melyik mobiltelefon segíts? Kimondhatom, én szabad. T-Mobil. Igen. Hát akkor jó parti vagytok ti, nem? Hogyha ennyi sok reklámban szerepeltetek. De viccet félretéve, hogy volt ez, hogy magatokat kellett utószinkronizálni?
Az úgy, hogy nem tudom, hogy vagy nem dolgoztak hasznos hanggal, vagy csak nem volt használható, nem tudom pontosan, de utólag saját magunkat kellett megcsinálni. Például én, ha jól tudom, kérdés is volt, hogy megcsináljam-e saját magamat, mert volt egy enyhe beszédhibám, az S betűkkel gondok akadtak. A kis Bea rendezte, azt soha nem fogom elfelejteni, mert akkor azt mondta, hogy hát, hogy nem jósol nagy jövőt, nagy sokat ügyetlenkedtem ott a saját magam újra szinkronizálásával, és akkor azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy ez össze fog jönni, de hogy aranyos, ügyes kisfiú, de hogy a beszéd az nem szép. Hát velem hasonlóképp volt, ugyanis én ennek kapcsán tanultam meg kimondani az ő betűt. Én nem tudtam ő betűt mondani, minden helyet ót mondtam, ózike, mondjuk az órát akartam példának, de az amúgy is óval van. Mindegy! Őra! Szóval nem tudtam kimondani az ó betűt, és Roland piszkált a fürdőkádban, erre emlékszem, hogy én nem fogom tudni magamat leszinkronizálni, mert hogy nem tudom kimondani, és hát de hallgasd meg, ki tudom mondani, és akkor kimondtam. És azóta ki tudom mondani, bár ha nagyon fáradt vagyok, akkor nem. Nagyon sokan kérdezik, hogy iskola mellett, meg a munka mellett hogy tudtunk tanulni? Mikor volt időnk leckét írni, tanulni, de ebben is szerencsénk van szerintem, mert egyrészt anyáik is segítettek benne, másrészt meg hát stúdiókban is tudtunk leckét írni akár, vagy ott is sokszor tanultunk, úgyhogy... Igen, meg ugye ez úgy működött, hogy amikor még ilyen nagyon picik voltunk, hogy ugye nem tömegközlekedtünk, tehát vittek minket anyuék mindig, és akkor egymáshoz is tulajdonképpen kellett alkalmazkodni. Tehát, hogy nyilván szóval amikor... Kivágjátok, bocsánat, igen. Amikor Roland dolgozott az egyik stúdióba, akkor minket nem tudtak átvinni egy másikba, szóval mindig úgy működött, hogy aki előbb kapta meg a diszpóját, és akkor amíg mondjuk ő dolgozott, akkor addig tudtunk mi leckét írni. Igen. Mi nagyon sokat voltunk együtt, tehát mi tulajdonképpen a mi családi életünk, hogy úgy mondhassuk, volt, hogy az autóba zajlott, tehát amit más otthon beszél meg az asztal mellett, vagy valami, azt mi mindig a kocsiba tudtuk megbeszélni, általában anya is, meg apa is ott volt, meg mindannyian a kocsiba voltunk, amikor mentünk egyik helyről a másikra. Sőt, hát azt mondhatjuk, hogy ilyen szempontból még szerencsénk is volt, mert ugye ezt az időt viszonylag kis helyen együtt töltöttük, tehát sokkal többet voltunk a szüleinkkel, meg egymással is, mint hogyha esetleg otthon lettünk volna, mert akkor az egyik főz, a másik barkácsol, a harmadik ezt aztán azt csinálja. Tehát, hogy tulajdonképpen dacára annak, hogy csomó elfoglaltságunk volt iskola után, mégis sokkal több minőségi időt töltöttünk együtt. Ez egy olyan dolog, amire nagyon büszke vagyok az életemben. Már ez? Ez. Igen. Ez a rossz csontok korszak. Nem erre a képre, leszögezem. De maga, ez egy 2006-7 tájéken volt egy lemez, ami aranylemezes lett, úgyhogy ennek nagyon örültem. Ez egy együttes volt. Ilyen rock számokat is írtak nekünk, dolgoztunk fel, Groove House, a Pataki Attila emelte. Hooligans, így van. És ez egy nagyon jó élmény volt. Ez 2-3 évig csináltuk, 2 lemezünk megjelent, és jártuk vele az országot, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Jó, hallgassunk bele, jó? A zene az éltet. Ajajajaj. Kezeket a magasba. És akkor hadd szóljon! Erre nincsenek szavak. Erre nem lehet mit mondani. Ez jó. De ezek a hakniztatok? Sokat tehát minden hétvégén a kozsó előtt után? Vagy... Hakniztunk, igen. Nem ebben a szerelésben, hanem egy picit szolidabb. De jó volt, ilyen jó élmény volt. Sokan ismerték a számokat. Úgyhogy jó volt, jó volt. Miért hagytátok abba? Kinőttetek ebből is? Igen, azért hagytuk abba, mert elkezdtem mutálni. Igen, most megnézzük a Reunion-t, nem? Egy ilyen 10-20 éves valamilyen búcsúkoszert. Igen! Szóval azért 2009-ben volt a legutolsó koncertünk. Sajnos. A mutálás. Eddig viszonylag jó vagyok, hogy nem beszélek annyit közben? Vagy... Nagyon jó. Ja, jó. A közönséget kérdeztek. Őket nem merem. Jó, szinkron, színház,
Mindenki nyugodjon meg, ezt múltkor is elmondtam, most tényleg tartani fogom. A szinkronról külön blokk lesz. Addig nem megyünk haza, hát ígérem, jó? Na, szóval a filmezés. A filmezés az egy nagy dolog, nekem is volt részem benne. Oda hogy cseppentetek bele? Az ugyanúgy kezdődött a reklám kapcsán tulajdonképpen. Egyébként a néni, akiről beszéltél, aki felfedezett, ő nem a Kuzma Marian volt? Én őt mondtam mindig, de aztán ki... Kiderült, hogy ki, nem, látom, igen, anyamát igen, bólogat, volt, hogy nem. Szerintem a vevélemőke volt az. Mindegy, hát ott bekerültünk, ugye, bekerültünk. Az azért gyerekekből mindig hiány van. És akkor így elég hamar elterjed a híre, hogyha valaki bekerül a piacra idézőjelesen. És akkor onnan úgy hívtak ide-oda, és akkor a filmezés is így kezdődött. Mi együtt voltunk talán először filmben, a Perlaszkában. Az egy, ő az? Ő igen. Az, igen. Lehet, hogy készült? Nagyon jó igen. Igen. Szerintem igen. Az volt talán az első. Az volt nekünk így az igen. Első, és adásul közösen ha csak is. Nem, a szeres most, nem tudom, hogy elégte vagy nem. Utána volt az már neked. Egyébként szóval így jött a filmezés szóval is. Egymásból hozott mindig mindent. Mi egy nagyon szerencsés korszakban voltunk gyerekek, színházi szempontból. Mert nagyon sok gyerekdarab futott, olyan felnőtt darabokra, amiben sok gyerekre volt szükség. Ezért egyrészt mi is sok helyen kaphattunk lehetőséget, illetve volt is lehetőség, amivel hála a szüleinek, hála pedig annak, hogy tényleg jókor voltunk jó helyen, mert ez tényleg csak szerencse és véletlen. Tulajdonképpen belekerülhettünk, és mivel ott voltunk, ezért mindig mondták, hogy most itt van válogatás, amott van, ide lehet jönni, oda lehet menni. Minket pedig dacára annak, hogyha néha egy kicsit lusták is voltunk, én mindenképpen. Ők vittek és hajtottak, és mondták, hogy higgyük el, hogy ez jó lesz, és... Neked amiért ez jó, hogy... De ezt nekik nem mondanám el, úgyhogy... Szóval amiért ez nekem nagyon jó volt, hogy szerintem olyan nevekkel állhatunk egy színpadon, meg egy stúdióban, hogy elképesztő. Nemzetszínészei, Molnár Piroska, Halman Péter, Garas Dezső, tehát olyan nevekkel, amik már akkor is, amikor velük játszottunk, hogy úristen, tehát hogy olyan sokat lehet tanulni. Például az egyik ilyen kedvenc történetem, vagy ami nagyon-nagyon megfogott, hogy játszottam a Nemzeti Színházban, és a Kulka Jánossal szálltam be egy liftbe, és hát álltam a liftben, hogy csókolom, köszöntem, és csak annyit mondott, hogy kollégák vagyunk, tegezz nyugodtan. És ez egy akkora élmény volt nekem, hogy úristen, a Kulka nekem ezt mondja, hogy tegezzem, hogy fantasztikus volt. Mindjárt jön a szinkron, csak kicsit még színházazunk. Ez a Pán Péter? Ez a Pán Péter. Ez a Víg Színház. Így van, ez is egy jó kis élmény volt, ezt is jó pár évig játszottuk. Hát jó volt nagyon. Ez volt az első olyan, ahol repültem egy színpadon. Red Bull nélkül, úgyhogy... Szóval mindegy, az is nagyon jó élmény volt, hát ott magasságokba törtem, úgyhogy jó volt nagyon. Ezek nagyon látványos részek igen, voltak. És igen. Akkor áruljuk már el ez a repülés, ha nem Red Bulltól, akkor ez hogy volt technikailag? A repülés úgy volt, hogy megtanultam repülni, megtanítottak. Meg egy csolyát kaptál is. Nem, komolyra fordítva a szót, egy karabiner volt rajtunk, és megvolt a szín darabban a rész, amikor beálltunk egy bizonyos helyre, a díszletben ki volt vágva egy ilyen rész, amit leszettek, és egy ilyen emberke ilyen dupla karabinerrel fölkötött minket gyakorlatilag, és utána tudtunk szállni, repülni. Ilyet kötélen húztak föl minket, ilyen drótot. Soha nem volt baleset? Soha. Hála Istennek. Ez ilyen dupla karabineres, jól kitalált rendszer. Ti egymást mindig megnéztétek, ugye? Meg, és ezt én még a próbákon is bent ültem, imádtam ezt a darabot. Milyen érzés együtt játszani testvéreknek? Könnyű, jó. Jó. Szóval én szeretek Zsanettal játszani, mert jó partner. Ugye ismerjük egymást. Már most nem úgy, nem dicsérnek szemben, nem azért. De csak ugye ismerjük egymást, könnyen tudunk együtt dolgozni, és szerintem ez ráadásul, hogyha valami nem volt, akkor otthon is tudtunk gyakorolni. Itt mondjuk szerelmes párt játszottunk, ez a Hippolyt, ez egyébként látom. Elég gyakran fordul velünk elő. Igen. Szinkronban legalábbis, igen. Nagyon sokszor, és akkor most is például van egy sorozat, egy Disney sorozat, amiben egy pár vagyunk, és akkor jaj, bocsi, így alakult véletlenül, és így, de minket legalábbis engem nem igen, zavar. Igen, ez engem sem, mondjuk színpadon egy kicsit más, ugye, hát, de igazság szerint meg kell csinálni, szóval. De már köztünk is volt szerintem szerelmi szál. Köztünk nem. Ez egy fertő! Fertő! De szerint iCarly. Jaj, jó, tényleg. Jó, akkor már mi is voltunk. Akkor mi is voltunk, igen. Igen. Ez melyik darab? Ez... Én és a kisöcsém. Igen. Mennyit fogytál? Bár ez nem én vagyok, nem tudom.
Igen, ez nem a húgom, ez Krista. A Rátonyi Krista. Igen. Hát igen, ott a műzikálvarázsban. Ez pedig mostani, igen. Ez viszonylag friss. Ez egy egészen friss, ennek most január 29-én volt a bemutatója. Ez nem ifjúsági színház, mint az előző darabok, hanem ez utazó színház, a Fogi Bulvár színház. A többek között Váccott, ugye? Váccott, igen, most Váccott volt két előadás, Zalaszentgróton volt még egy, és leszünk Budapesten is egyébként. Március 20-án, hogyha valakinek van kedve, akkor ott meg lehet nézni. Bocsánat. Egy kis reklám, igen, de nem. Amúgy ezt is megnéztük, tehát mi nagyon szeretjük egymást megnézni szerintem. Nem, ezt elmondhatjuk, de, hogy mindig megnézzük nézni. Egymást, hogyha lehet. Hát elérkeztünk a szinkronhoz, hölgyeim és uraim. Ugye, hogy a arcok a hangok mögött. Az ISDB-nek köszönhetően viszonylag friss adatbázis van, a Zsani mellett 328 film szerepel. Természetesen, de javítsatok ki, hogyha butaságot mondok, szoktam butaságot mondani, általában csak azt szoktam mondani, hogy ebben a sorozatok nincsenek benne. Tehát ez csak a film. Tehát matekból én gyenge voltam, egy dundi kettes, de ez azt jelenti, hogy akkor ez több, tehát ezer felett, hogyha mindent bele számolnék, ugye? Na most nyilvánvalóan Mamma Mia miatt ugye kiragadtam azt a képet. Tied a pálya szinkron szempontjából, mi az, ami szívedhez közel áll, meghatározó, és akkor hadd ne kérdezzen el, hogy felismerik a hangodat, meg ezek a kérdések. Húha, most itt a Mamma Mia kép van először, és ez botrány. Tehát ez, minden ember abból, legalábbis a legtöbb embernek onnan ismerős a nevem, de az egy katasztrofális munka szerintem. Annyira fiatal vagyok a hölgyeményre, hogy valami elképesztő, tehát végig nyávogom az egész filmet. Pedig voltam castingon, tehát az én hangomat választották, az illett hozzá elvileg a legjobban, de szerintem mégis. Akkor még nagyon fiatal voltam rá, nem is csináltam őt egy időben, és mostanában kezdtem el újra, most volt a Káosz karácsonyra, abban is már én csináltam, tehát most a legfrissebb filmjeiben úgy néz ki, hogy megint én csinálom. Sorozatok, most így puskázok onnan. Hát az egyik kedvencem egyébként a Sok sikert, Charlie. Nagyon szeretem a gyerekeket, és abban valami tüneményes a kislány. Tündéri, aki a kislány, aki a húgom. Úgyhogy nagyon kedvelem azt a sorozatot. A rajzfilmek mennyire állnak közel hozzád? Mert bevallom, hogy hát nem most, de jó régen csináltuk a Meni a Mester, én egy csavarhúzó voltam. Jó, tényleg? Azt szeretem a rajzfilmeket. És nem emlékeztem, te ki voltál? Én voltam a Csipi, kérlek. De az milyen szerszám volt? A harapófogó. Harapófogó. Légy szíves. Szakma csúcsa, harapófogó. Csillag. Nagyon szerettem azt a mesét, nagyon szeretek mesét. Szóval bevallom nektek, hogy ez a 90-es évek végén volt, hogy egy pattogó pöttyös labdát kellett szinkronizálni, így pattogott fölle. És akkor nem voltak még gyerekek, de így mentem haza, és nagyon depressziós voltam. És kérdezi a hát, későbbi feleségem, hogy miért vagy ilyen depressziós. Hát mondom, drágám, azért gondolj bele, lesznek majd gyerekeim, és megkérdeznek, hogy mit csináltál ma, apa? És azt mondod, hogy piros pöttyös labda voltál. Hát ez őrület. Őrület. Na ugyanígy ez a történet. Én is szeretem. Nagyon szeretek rajzfilmeket csinálni, ott sokkal kreatívabbnak lehet lenni. Na, Rolikám, szinkron, arcok a hangok mögött, tied a pálya, ezt a szép fiatalembert választottam. Fogalmam sincs, hogy ki ez. Logan Lerman. Na, így sem eljutottam közelebb. Pedig állítólag ugye az ISDB-re hagyatkozva 474 filmben magyarosítottál. Azt hittem őt, mert mondom, Jézus, hogy ez... De ő a legtöbbször te szólaltattad meg, ezért mertem betenni ennek a... De nem, ismer, egyébként szerintem pont a három testőben is ő van. Igen, hát 474 film, úristen, hát sose tudtam volna összeszámolni. Sőt, segítek, mi kell a nőnek, és a haragban is ő van. Tehát van egy koncepció. Na, a haragban, akkor így tudom, hogy az egy film van. Hát szinkron, igen. Igazság szerint nekem az időmnek körülbelül majdnem a 100%-át ezt teszi ki, már így munkaterén. Én nagyon szeretem csinálni, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, Istennek, az életnek, ki minek hogy hívja, hogy én ezt csinálhatom. Mert annyira változatos, annyira az életem, a mindennapjaim része, hogy egyszerűen el sem tudnám képzelni azt, hogyha esetleg nekem ugyanazzal kellene foglalkoznom minden nap. Szóval az valami egészen elképesztő, amikor mondjuk 10 órakor felhívom a feleségemet, és azt mondom neki, hogy kérdezi, hogy mi a helyzet? Hát mondom, figyelj, most öltem meg valakit, már túl vagyok egy rajzfilmen, egyébként voltam, nem tudom, vízihullat, tehát hogy annyira sok minden inger éri az embert, és hát remélem, hogy a közönség meg a nézők meg vannak elégedve azzal, amit napján ezek csinálni. A filmek kedvenc sorozatok? Én nagyon szeretem például a Trónok harcát. Azon kevés sorozatok egyike, amit nem csak csinálni szeretek, hanem nézni is. De nagyon szeretem például a Modern családot,
ami inkább a sorozatot szeretem, mint sem azt, amit én csinálok benne, bár a Műsorvízió blogon az úriember pont ezt a szerepemet ragadta ki, és mondta azt, hogy emiatt kerültem bele a 10 legjobb közé. Az egyik stúdióban az egyik szinkronrendező úgy gondolta jó pár évvel ezelőtt, egész pontosan 7 évvel ezelőtt, hogy az akkori 9 éves kisfiú engem oszt ki, a Bogdán Gergő lebetegedett, és hirtelen kellett valaki, hívták az öcsémet, nem ért rá, aztán akkor jutottak így hozzám, és hát az egy kicsit nehéz munka, amivel úgy igazán foglalkoznom kell olyan szempontból, hogy ugye hát azért mégiscsak fiatalítanom kell, mert akkor is én ugye 18 éves voltam, szóval hogy az egy kicsit így nehezebb, de nagyon szeretem egyébként a sorozatot. Ádi, kapaszkodsz te is 266 filmmel. Igen. Hát... Te felismered? Mert a tesó nem ismerte fel a sajátját. Nyugtass meg, hogy... Igen. Arthur Maltazár bosszúja és Arthur a világok harca. Ez az. Azért a Pán Péter elkíséri az Ádit, azt figyelitek? Nem csak színházban, hanem itt igen, is. Igen. Mit mondhatnék még utánatok? Én is nagyon szeretem a szinkront, bár elmondom, hogy ez nem mindig volt így. Tehát nekem volt egy korszakom, mikor nagyon ágált a apáik ellen, hogy bocsánat, én ezt nem csak szeretném. Neked mindannyiunknak, tehát ezt akartam is mondani, hogy nehogy azt higgyék, hogy ez mindig így volt. Így van. Szinkronimádat. És akkor elmondanám, hogy miért, ha megengeded, mert ugye kérdezted, hogy gyerekként milyen volt, stb. Tapasztaltunk ilyenek, és volt egy olyan időszak, amikor én speciál úgy éreztem, hogy elveszítem ezzel a gyerekkoromat. Hogy nem az van, hogy mikor vége az iskolának, akkor lemegyek a barátokkal focizni, pingpongozni, PlayStation-özni ilyenek, hanem menni kell dolgozni. Amit akkor nem értettem meg, hogy ez miért lesz jó később, de apáik mondták, hogy higgyem el, bízzak bennük, hogy ha felnövök, érettebb leszek, akkor tényleg ezt szeretném csinálni, és igazuk lett, tényleg ezt szeretném csinálni. Szóval nem mindig volt így, most már így van. Kedvenc szerep, ha akkor én is elmondhatom. Nekem mostani kedvenc szerepem a Vakáció című film, vagy nem tudom, kik látták itt, vagy mennyien láttátok. Abban én voltam az idősebb fiú, és egy fantasztikus film. Tehát annyit nevettünk rajta, amikor a Zsigával csináltuk, hogy nagyon-nagyon jó volt. És ez az egyik kedvenc mostani szerepem. Sorozat pedig, hát az iCarly-t azt nagyon szerettük csinálni, szerintem mind. Az elején, amíg még kicsik voltunk, legalábbis én, a végén már idegesített. Nem az én, hát, nem az hát, igen, meg azt kezdem el érezni magamon, hogy annyira átérzem egy-egy szereplőt, akit csinálok. Most egy szappanoperát csináltunk, pont most lett vége, és volt, ahol tényleg megérintett az egész jelenet. Tehát nagymámmal akkor rosszba voltam, akkori párommal innek, tehát hogy annyira átéreztem az egészet, hogy tényleg jó, nagyon különös érzés volt az egész, de jó volt, hogy egyre inkább kezd megérinteni az a szereplő, akit csinálok. Nekem is van ilyen, és olyan ciki, mert van, hogy csinálok valamit, most legutóbb nem hiszem, hogy sokan látták, pedig egy zseniális film a Bélier család, hogy abban volt olyan jelent, ahol sírt a lány, és basszus, egybe csináltuk folyamatában, és én is sírtam, tehát engem is megérintett, szóval valószínűleg hiteles lett, mert tényleg sírtam. Szóval, hogy előfordul mostanában, hogy én is elérzékenyülök azon, amit úgy csinálunk, öregszünk. A kedves kollégák nem látták, miről van szó. Lesz egy vers, és nálunk ugye, mondjuk hölgyeké az elsőbség, kezdjük a Zsanival majd. Na, nem lesz olyan sok. Hú, látod, én köszönjük már megelőlegeztem. De jó volt! Megelőlegeztem. Szóval, nálunk sokszor előfordul az, hogy mondjuk egy rajzfilm esetében válogatást, csúnya szóval castingot kell tartani, és akkor amit te gondolsz a figuráról, olyan hangban ugye meg kell próbálni beszélni. Most először a művésznőnek megmutatjuk, mert ugye meg kell, hogy nézze, hogy ez hogy működik. Képzelj el hangokat, és utána pedig a Gyula bácsi szépen feltolja a potit, hogy mindenki halljon, és te az adott figurához milyen hangot társítanál? Az esti szúnyog. Már álmomban duruzsolok, mikor jön a lüke szúnyog. Két fáradt sóhajom között rajtam kikötött. Hagyján, hogy szívja a vérem, de felébreszt, ezt kikérem, halkan imbálódzik húsra, de zümmög elefánt módra. Mielőtt szívóját venni, kezem előtt vált védtelenni. Súlyintok rá szakképzetten,
aztán elkenhettem. Úgy vélem. Visszaszenderülök szépen, légzésemet dicsőn végzem, azonban hallom, megint zümbök, harmadik sóhajomat küzdöm. Érzem, sokáig tart ez es, de várjunk? Mi ez a nagy csend? Magamban kérdezősködtem, mikor rájöttem, hogy letűdőztem. Ugye erre szokták mondani, majd értesítjük. Na jöjjenek az urak akkor, jó? Ádám, először megmutatjuk. Jó. Csömörön élt az öreg dőre, göre dőme, annak volt egy csengeri csengős pörgeszőrű göndörcsődőre. De bármilyen pörgeszőrű göndörcsődőr volt Csömörön, az öreg dőre, göre dőme, csengeri csengősődőre nem szerzett neki virgonc, kenceficás kancát időre, az örökkön ütöngő, lődörgő dőre öreg. Így hát Csurik csorgatta Csömörbe könnyeit, és súfos csőcs, csődörcsődöt mondott az örökké ődöngő, lődörgő, öreg dőre, göredőme, csengeri csengős, örgeszőrű göndörcsődöre. Szomszédságban élt a fösvény szemere. Annak volt egy nőstény szamara. A szamárnász hamarabb szemere sem szerzett, hamarabb szamárti szamarat szamarú szamara számára. Ezért sok szemérmes szamárkönyv szemerkélt a szamárnász, hamarabb szemere szomorú szamara szemére. Ám de mit csinált egy szép napon az örökkön ördöngő, lődörgő, öreg, dőre, göredöme, csengeri, csengős, pörgeszőrű, göndörcsődőre és a szamárnál szamarabb szemere, szemérmes, szamárkönnyed, szemerkélő, szomorú szamara. Na, mit csinált? Összvért! Jó mulatság. Na hol a Roli? Várjatok már! Ha te is szerint az. Én nem vagyok itt. Hú, de... Hát ezután mennöm. Gyerekek itt. Nagyon meleg lesz hirtelen. Nagyon meleg lesz. Ezt el kell mondanom. Jó, tudod mit? Akkor megkapod az enyémet. Nem tudom, hogy hova. Ne csinálj ezt velem, basszus. Hát... Megkapod az enyémet, jó? Tuti valami elfterült. Tessék. Az élet csak egy film, olyan, mint a Dallas, és benne néha te is kudarcokat vallasz. A lányokat folyton lakásedre hordod, hogy megmutasd nekik csodás fúrótornyod. Próbafúrást végzel, nem egyet, nem százat, és persze aztán végül tátod majd a szádat. Amikor először olajkutat sztrájkol, s neked csak ennyi törelő majd a szádból. Kedvesem, ma inkább aludj másik ágyban. Úgy érzem, ezúttal olaj helyett gáz van. A Gobbi Hilda könyvet kérem szépen, szóval. Mert az kincs. Közben egy olyan történet. Sokan hozni, de jó. Szóval, hol is volt könyv? Jó, adom, köszönöm. Hölgyeim és Uraim, 2016. február 9-e, ez volt az Arcok, a hangok mögött, a szinkrontikok műsor, de mielőtt lezártnám a mai este, ha van kérdés esetleg a Cető családhoz, vagy a szülőkhöz, vagy hozzám, akkor hajrá, ha nem, akkor pedig fotózkodunk. Igen, parancsolj! Része volt, és nagyon lenyűgözött, ahogy csak úgy a semmibe hirtelen tudott egy nagyon csikkantani, aztán talán Orosz Helga volt, vagy Orosz... Orosz Helga, igen. Csak Orosz Ildikó hirtelen, azt hiszik, hogy mind a hárman tudnátok-e egyet-egyet csikkantani, csak úgy valami... Én ennek nagyon örülök, mert imádom a horrorfilmeket, és van egy hely, ahova automatikusan engem hívnak a horrorfilm és lány, mert imádok sikítozni. Mik derülnek ki? Apuka! Imádok sikítozni! Imádok. Úgyhogy én javasolom, hogy akkor a mikroportot húzzuk le. Beépített ember szerintem, igen. Alá kérdezem. Igen. Sikítok, jó. És milyen riadtat szeretné, vagy fájdalmasat, vagy... Ez volt a nekem támadó zombi isikó, hogy akkor most jött a fájdalmas, mindjárt vízbe fulladok, és jöjjön. Vízbe fulladok? De most ez viccesen hangzik, de hogy más, mert ha az ember megdöfik, megbökik, akkor ugye, akkor
szorít folyamatosan. Én úgy imádok hallni. Ha vízbe fullad, akkor meg kétségbe esetlen. Jézus, mert arrébb még is. Igen. Teljesen mondom. És velem jött autóval. Szóval... Ja, nem, hát azért kérdezik, hogy hát mit, valami vízbe fullad, és segítség! Segítség! Valaki! Tehát az ez egy ilyen... Miért szeretnél? Akkor most legyen a... Mi valami? Zuhanás. Zuhanás. Zuhannak egy hegyről? Igen, egyszer csak nézd a végére, de... Oké. Aaa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 a
Képzeljétek el, hogy megtörtént velem, hogy van egy számítógépes játék, a Legend of League. Tilán jobban tudjátok. League of Legends. Köszönöm szépen. Bocsánat. Majdnem ugye felcseréltem. És a Sima csarnokban 2000 ember előtt mindenkinek megvolt a figurája, de mint a filmsztárok, tehát ki volt nyomtatva, és akkor jöttek, és akkor mindenki aláírta, stb. Stb. És akkor olyan kellemetlen volt, hogy nekem ott kellett szembesülni, hogy azt a figurát, amire engem hívtak, azt nem én csináltam igazából. Tehát voltam, de nem az a figura. Akkor képzeljétek, hogy ott 2500 rajongó ember ugyanígy föl kellett menni a színpadra, és mondták, hogy hát azon a hangon, most nem tudom a figurát, akit nem én csináltam, hangsúlyozom, mondták, hogy akkor én azt mutassam. És tudtam, hogy egyből lebuktam volna, hogyha elkezdek beszélni valami kamu hangon, mert ezek ismerik. Akkor képzeljétek azt a feelinget, hogy 2500 ember, és mondják, hogy adjál valamit. És ugyanezt találtam ki, hogy hát nem beszélni fogok, hanem meg fogok halni, sikongatni fogok, mert a játékban is valamikor meglövik, és 2500 ember előtt eléggé ciki volt, de ilyeneket kellett csinálnom. Jó, és akkor zárszóként Hoffit idézve, és ez nem vicc, hogy Magyarországon az egyfőre jutó szinkron szeretők száma az 8 fő, körülbelül ilyen az arány, mindenkinek jó egészséget, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ha minden igaz, akkor március 9-én a Harry Potter szereplőit, 8, kíváncsi voltam, figyelsz, ez a 8-a, de el fogok mindenkinek juttatni, és akkor Harry Potterezünk egy picit, bevallom, nekem fel kell készülni, mert ezek a filmek kimaradtak, de addig meg fogom nézni a családdal, jó egészséget, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen!